Megadom a szót. Napirend utáni felszállásra jelentkezett Novák Előd képviselő úr, Mi Hazánk képviselőcsoport, Tisztelgés Horthy Miklós kormányzóvá választásának évfordulója alkalmából címmel. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, adjon az Isten. Tisztelt országgyűlés, bár a vármegyék elnevezését nem kísérte érdemi intézkedésként a csendőrség visszaállítása, de nem adjuk fel a Horthy korszak lenyűgöző gazdasági fellendülését és meg nem alkuvó nemzetpolitikáját példának tekintve szobrot állítottunk az országházban Horthy Miklósnak a második bécsi döntés évfordulóján. Egyúttal határozati javaslatot nyújtottunk be, hogy Észak-Erdély visszacsatolását a hazatérés napjává nyilvánítsa az országgyűlés. Bár utolsó kormányzónk munkásságát lehet bírálni balról és jobbról egyaránt és jogosan, de a Horthy korszak 25 évét összehasonlítva a rendszerváltás óta eltelt évtizedekkel egyértelműen szoborért kiállt. A két világháború között gazdasági világválság, világszerte több tízmilliónyi halálos áldozattal járó spanyol-náthal járvány, és hát főként Trianon sújtotta az országot, Horthy Miklós mégis virágzásnak tudta indítani lenyűgöző gazdasági fejlődést és kulturális pezsgést produkálva. Azt szeretnénk, hogy az országház kupola termében a nemzet nagyjainak szobra mellett kapjon helyet utolsó kormányzónk is. Ahogy a monarchia idején épített parlamentben mellőzött Rákóczi Ferenc később a Horthy korszakban kapott csak emléktáblát ott, úgy azzal szemben lehetne egy hasonló márványlap. Bár a házelnök sajnos ezt sem támogatja, de legalább Dúró Dóra országgyűlési alelnök irodájában a Szent Korona közelében felállítottunk egy 57 cm magas bronz mellszobrot, Csák Attila szobrászművész alkotását, Zetényi Csukás Ferenc a Horthy Miklós Társaság tiszteletbeli elnökének közreműködésével, református pap áldásával, illetve jelen volt római katolikus pap is az ünnepnapon. A szobrot korábban a nemzeti összefogás seregszemléjén már bemutattuk, amikor 13 nemzeti szervezet együtt vonult fehér lovas felvezetéssel épp ide az országházhoz. Ma az országgyűlés ülésvezető elnöke napirend előtt megemlékezést tartott a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok ünnepnapja alkalmából, de a házbizottságban hiába kezdeményeztem, hogy ma Horthy Miklós kormányzóvá választásának évfordulójáról is legyen hivatalos megemlékezés. Így jobb híjjel napirend után kell tehát nekem most egy méltatlanul elfeledett dátumra felhívnom a figyelmet. 103 éve tehát 1920. március 1-én éppen ezek között a falak között az akkor jelenlévő 141 parlamenti képviselő közül 131 szavazatával nyerte el Horthy Miklós a Magyar Királyság kormányzója tisztét, hogy aztán közel 25 évig betöltse azt. Pontosan tudom, hogy kevés államférfi van, akinek szereplését és negyedszázados országlását többen vitatják, mint Vitéz nagymányai Horthy Miklósét. Különösen a szocializmus ideológiája, majd az azt követő néhány évtized mindent elkövetett, hogy a kormányzó becsületét sárba tiporja. Az érdemeit megtagadja, a hibáit kidomborítsa. Horthy megítélésének ügyében Orbán Viktor kettős beszéde is tetten érhető volt. 2017-ben a kormányfő a Klebersberg kastély átadásán Horthy Miklóst kivételes államférfinek mondta, akinek megítélését a II. Világháborús gyászos szerepvállalás sem árnyékolhatja be, idézet vége. Majd egy hónap múlva Orbán Viktor a hazánkba látogató izraeli miniszterelnökkel való találkozásakor hamut szórva a fejére már azt mondta, idézem, bár az állampolgárok megvédése erkölcsi és politikai követelmény lenne, a II. Világháborúban Magyarország nem eszerint cselekedett, hanem a nácik mellé állt, ez pedig bűn. Tavaly a KDNP farolt ki a szegedi Horthy emlékmű avatása mögül a balliberális szervezetek nyomására. A szervező patinás vitézi rendszerint egy KDNP-s országgyűlési képviselő is beszédet mondott volna az eseményen, viszont ezt a szándékát visszamondta, hát igazi bátor, vitézies magatartás tehetnénk hozzá. A balliberális pártokat is idézzük, az a feladatunk, hogy 2022-re a hortizmus írmagját is kiiltsuk, közölte
Gréci Zsolt, a DK Pervers képviselője az egyik jubileumi Horthy felvonulásunk kapcsán, még ugyanekkor Barabás Rihárd, Újbuda Szivárvány koalíciós alpolgármestere, a Párbeszéd szóvivője olcsó nácizásba kezdett. Mi viszont benyújtottuk a hazatérés napjának bevezetését célzó országgyűlési határozati javaslatunkat. Kettős jelentőségű lehet, emléknap, amikor a nemzet fejet hajt a revízióért, küzdelmet vívott hazafiak dicsősége előtt, és ünnepnap, amikor hitet teszünk amellett, hogy idővel az isteni örök igazság győzedelmeskedik a hazugság felett, a remény a beletörődés felett, a jog a jogtalanság felett. Szebb jövőt! Köszönöm.